Sziasztok, Tamara vagyok, ez pedig a Faltól Falig könyveslog csatornája. A mai videó egy könyvesbolt túrának és egy bukol videónak a keveréke lesz. Kultikus könyvesboltok, biztos vagyok benne, hogy az ország egész területén vannak. Én Budapesten ismerek párat, és ebben a videóban az egyik kedvencemet szeretném nektek most megmutatni, ami nem más, mint a Könyvudvar. Nagyon örültem, amikor megkerestek, hogy működjünk valamilyen formában együtt, és rögtön javasoltam is, hogy nagyon szívesen készítenék erről egy vlog videót, amiben megmutatom egy kicsit a könyvesboltot, hogy olyanok is értesülhessenek, vagy megismerhessék, akik esetleg még nem hallottak róla. Szóval a videó első felében kicsit körbenézünk a Könyvudvarban, aztán a második felében megmutatom, hogy milyen kincsekre bukkantam én személy szerint az ott létem alatt. A Könyvudvar a Múzeum körúton található, ahol rengeteg más könyvesbolt és antikvárium is működik, és mivel szemközt van az ELTE BTK-nak az épülete, ahova én magam is jártam, elég sokat megfordultam itt az egyetemi éveim alatt, és most is, hogyha a Kiskörúton vagy az Astoria, illetve a Calvin környékén van dolgom, akkor előszeretettel betérek, hogy körbenézzek. A Könyvudvarnak amúgy két üzlete van, a körútra néz az a boltjuk, amelyben a mesék, illetve az ifjúsági irodalom található, de a valódi kincsesbánya az a Múzeum körút 7 szám alatt van, az egykori Ungerháznak a belső udvarában, úgyhogy ha a Könyvudvar teljes kínálatára kíváncsiak vagytok, akkor mindenféleképpen be kell menni a házba. Amúgy ez a ház egy igazi klasszikus átjáróház egyébként, amelyen keresztül a Múzeum körútról át lehet sétálni a Magyar utcába. A Könyvudvart 1996-ban alapították, és egy könyvdiszkontként működik, vagyis nem használt könyveket árul, de nem is új kiadású könyveket, hanem felvásárolja mindenféle kiadónak a raktárkészletét, és korábbi megjelenésű, de új könyveket forgalmaz. Rengeteg kiadóval állnak kapcsolatban, sőt vannak közöttük olyanok is, amelyek ma már megszűntek, szóval a régebbi könyveik, amik egyébként beszerezhetetlenek, vagy csak antikváriumokból lehet beszerezni őket, azokat is akár megtalálhatjátok a Könyvudvarban. Rengeteg szakirodalom is van a kínálatukban, és én egyetemista koromban azért is járkáltam át előszeretettel a másik oldalról a Könyvudvarba, hogy olyan könyvekre vadászak, amik fel voltak adva nekünk kötelezőknek, viszont már nagyon megszerezhetetlenek voltak, és könyvtárban is csak pár példány volt belőlük, úgyhogy jó volt ezekre lecsapni. Emellett persze nagyon jelentős a szép irodalmi kínálatuk is, legyen szó magyar irodalomról vagy világirodalomról, nagyon sok verses kötetük is van, de emellett erősek a zsáner irodalomban is, illetve különböző albumokat, művészeti albumokat, szakácskönyveket vagy útikönyveket is találhattuk a boltban. A kínálat egyébként online is elérhető, szóval nem csak a pestiek vannak kivételezett helyzetben, hanem bárki felmehet a honlapjukra és böngészhet a kínálatból, és tényleg olyan könyveket tudtok találni, akár 100 forintért is, amelyek egyáltalán nem használt könyvek, csak régebbi kiadásúak, de nagyon sok helyen már beszerezhetetlenek, és nagyon sok könyv jóval az antikvár árak alatt kapható. Ha pedig a Kiskörúton jártok éppen könyvbeszerző körúton, akkor semmiképpen se hagyjátok ki a Könyvudvart, menjetek be a házba, hiszen a belső udvarról lehet megközelíteni az üzletet, és biztos, hogy nem fogtok üres kézzel hazatérni. Mutatom is, hogy én milyen könyvekkel tértem haza a Könyvudvarból. Az első ezek közül egy izlandi írónő regénye, ő nem más, mint Audur Jónsdóttir és a Nagy Roham című könyve. Jónsdóttir egy 1973-as születésű izlandi író, és nem mellesleg az egyetlen irodalmi Nobel-díjas izlandi írónak, Halldór Laxnessnek az unokája,
És a Nagy Roham című könyvéről én először Tündénél hallottam, vagy Tündétől hallottam, a Pontos Vesző Paripa csatornán, hiszen az izlandi hónapban ő olvasta ezt a könyvet. A regény egyébként a Gondolat kiadónál jelent meg, Patat Bence fordításában, és a főhőse egy Szága nevű fiatal nő, aki gyerekkora óta küzd epilepsziás rohamokkal, és a története ott indul, amikor egy epilepsziás roham után rémülten veszi észre, hogy a 3 éves kisfia eltűnt mellőle. Szerencsére a gyerek hamar előkerül, viszont Szágában felmerül a kétség, hogy ilyen betegség mellett tud-e jó édesanyja lenni a gyerekének, illetve ezeket a rohamokat folyamatosan emlékezett kiesések követik, és Szágában az is felmerül, hogy vajon amit ő magáról tud a saját múltjáról, vagy a körülötte lévő emberekről, az mennyire tekinthető valóságosnak, és mennyire játszik vele a képzelete, vagy az emlékezetének a kihagyásai. Miután Tünde nagyon pozitívan nyilatkozott erről a könyvről, érdekel az alapszituáció, és nagyon szívesen olvasok egyébként izlandi szerzőktől, nem volt kérdés, hogy ezt a könyvet hozom magammal haza. A következő könyv is kapcsolódik valamilyen formában a Könyvekkel a világ körül könyvklubunkhoz, hiszen egy finn szerző írta, aki nem más, mint Pirkko Säisiö, és a Beton éjszaka című regényét hoztam haza. Pirkko Säisiö nem csak író, hanem színházi szakember is, színészként, rendezőként és dramaturgként is dolgozik, és a Beton éjszaka című könyve a második könyv, amit lehet magyarul olvasni, Kubinyi Kata fordításában. Az is érdekes egyébként, hogy ez a Polár kiadónál jelent meg. Ez egy olyan kis kiadó, amely kifejezetten észak-európai irodalomra specializálódott, úgyhogy már nagyon régóta szerettem volna az ő könyveikből is választani egyet és elolvasni. A történet egyetlen fullasztó nyári hétvégén játszódik egy Helsinki-ben lévő lakótelepen, ahol a főhőst egy kamasz fiút követünk, akinek minden vágya, hogy tartozzon valahová, szeressék és elfogadják. A cselekményről több nem derül ki, de azt írja a főszöveg, hogy eléggé filmszerű és nagyon jó dramaturgiai érzékkel megírt műről van szó, amelyből egyébként színdarab is készült. A következő regény, amit választottam, az Daniel Kálmantól, a Berholm illúzió, és Daniel Kálman egyáltalán nem ismeretlen előttem, két könyvét is olvastam már korábban. Az egyik a Világ fölmérése volt, amely egy nagyon-nagyon jó humorral megírt, végül is két tudósról szóló történet, illetve az El kellett volna menned, ami már inkább egy ilyen thriller-horrorba hajló történet. Szóval nagyon szeretem Daniel Kálman munkásságát, és éppen ezért kíváncsi voltam a legelső elkészült vagy megjelent regényére. Daniel Kálman egyébként egy 1975-ös születésű író, aki Münchenben született, de már hosszú ideje Ausztriában él. Számos irodalmi díjjal kitüntették már, és a legelső regényét, a Berholm illúziót 1997-ben írta. A történet főhőse egy világhírű illúzionista, vagy mágus, Arthur Berholm, aki a történet kezdetén épp egy toronyház tetején ül, és visszaemlékszik egész életére a gyerekkorától kezdve, de a toronyház tetején egyáltalán nem öngyilkosságra készül, hanem élete nagy mutatványára. Elég kevés könyvet olvastam az illúzionisták, mágusok vagy bűvészek világából, úgyhogy érdekel ez a történet, és a fülszöveg szerint már ebben a regényben érződik Kálman zseniális elbeszélői stílusa és fanyar humora, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok rá. Választottam két klasszikust is, az egyik William Faulknertől, az Augusztus fénye című regény. William Faulkner a modern amerikai irodalom legnagyobb elbeszélőinek egyike, aki 1949-ben irodalmi Nobel-díjat is kapott, ez a regénye pedig 1932-ben jelent meg. Ezt a regényt pedig azért választottam, mert Faulkner egyik legjobb műveként tartják számon, és ugyanúgy a déli gótikus irányzathoz tartozik, amivel szeretnék majd megismerkedni az amerikai kihívásom keretén belül. És a történet főhőse egy egyszerű parasztlány, Lina Grow, aki terhesen végigvándorol Mississippi államon, hogy felkeresse születendő gyermekének édesapját. Ez a kiadás egyébként 2010-es és egy új fordítás, amelyet Géher István fordított, hiszen ezt a regényt korábban lehetett már olvasni magyarul, viszont Megszületik augusztusban volt a címe. A következő könyv szerzőjét szerintem senkinek nem kell bemutatni, hiszen egy klasszikus orosz szerzőről van szó, akinek a nevével és a műveivel biztos vagyok benne, hogy mindenki találkozott a középiskolában irodalomórán, és ő nem más, mint Anton Csehov,
Csehov és a 6-os számú Korterem és más írások című elbeszélés válogatását választottam. Ebben a kiadásban 5 elbeszélés és egy dráma található, és rögtön az első, a Csinovnyik halála, az nekünk tuti biztos, hogy kötelező volt gimnáziumban. Viszont szerepel benne a 6-os számú Korterem is, amit én nem olvastam, de nagyon szeretnék elolvasni. Ezen kívül szerepel még benne az Aludni szeretnék, a Tokba bújt ember és a Kutyás hölgy című elbeszélés, valamint a Három nővér című dráma. Végezetül jöjjön 2 non-fiction könyv, és ebből az elsőt 2 olyan szerző írta, akik egyébként szépíróként ismertek. Ez nem más, mint a Hamis Gulyás című könyv, amelyet Szécsi Noémi és Fehér Béla jegyez. Szécsi Noémiről nem olyan rég már beszéltem egy ajánló videómban, amikor a nőnap kapcsán női szerzőket ajánlottam nektek, és akkor mondtam, hogy nem olvastam tőle még fikciót, viszont nagyon is szeretem a tudományos ismeretterjesztő munkáit. Na ez azóta változott, mert elolvastam tőle a Finnugor vámpírt, amit majd a következő havi összegzőben fogtok hallani. Úgyhogy nagyon megörültem, amikor megtaláltam ezt a Hamis Gulyás című könyvet, mert ez a hadikonyhákról szól a 20. század első felében. És Fehér Béláról se feledkezzünk meg, hiszen neki is rengeteg könyve, regénye jelent már meg, nagyon-nagyon jó nyelvi humorral. Én tavaly olvastam tőle a Fültől Fülig című könyvet, viszont idén biztos, hogy fogok még tőle olvasni. Közös könyvükben a hadikonyhák történetét dolgozták fel az első világháborútól kezdve egészen Budapest 1944-es ostromáig, és nagyon izgalmas témák jönnek fel ezekben a fejezetekben, legyen szó akár pótélelmiszerekről, ingyen konyhákról, vagy a gulyáságyúról. És a kötet külön érdekessége, hogy egy csomó korabeli recept szerepel benne, szóval megtudhatjuk, hogy milyen a hadirántotta, vagy éppen a hortiszelet. Nagyon sok korabeli illusztráció található a könyvben, és szerintem ez egy igazi csemege gasztrorajongóknak, vagy a művelődés történet iránt érdeklődőknek. A következő könyv egy nagyon különleges könyv, hiszen a legrégebbi kiadású az összes közül, 1436-ban írta és adta ki egy Domonkos rendi szerzetes, Johannes Nieder, és ez a Boszorkányok szemfényvesztései című könyv. Johannes Nieder 1402-ben lépett be a Domonkos rendi szerzetesek közé, és életének főművét 1436-ban fejezte be. Ez volt a Formicarius, a Hangyász című teológiai munka, amely 5 könyvből állt, és az 5. könyv foglalkozott a boszorkányokkal. A Boszorkányok szemfényvesztései, tehát nem más, mint ennek a bizonyos Formicarius című munkának az 5. fejezete, amely most olvasható először magyarul. Ez a könyv azért is nagyon különleges, és tartják egy nagyon értékes forrásdokumentumnak a történészek, mert Nieder az egyik első volt, aki a boszorkányokról úgy írt ebben a könyvében, mintha egy szervezett szekta tagjai lennének, és írt a boszorkány szombatról, az ördöggel való cimborálásról, illetve az orgiákról, amit az ördöggel is egymással folytattak, és a boszorkányok cselekedeteinek ilyenfajta ábrázolása vagy megjelenítése, ez merőben különbözött a korábban megszokottól, hiszen azelőtt a középkorban is voltak természetesen boszorkányperek, de ott mindenhol a boszorkányokat egyedül működő, magányos varázslóknak tekintették, és az ilyenfajta szektaszerűség az egy merőben új elképzelés volt a késő középkor végén. Ez az elképzelés aztán átszivárgott más teológiai munkákba is, és a kora újkori boszorkánypereknek az egyik legfőbb vádpontja az pont az ördöggel való paktálás és a szektaszerű működés volt, és ezt az elképzelést a kora újkori inkvizítorok valószínűleg Nieder munkásságából ismeríthették. Ezeket a könyveket zsákmányoltam a könyvudvarból, amit nagyon szépen köszönök nekik, és ne felejtsétek, hogyha a Kiskörúton jártok, akkor mindenképpen térjetek be hozzájuk, nézzétek meg a kínálatot, ha pedig nem vagytok pestiek, akkor nézzetek körül a weboldalon. Kommentben pedig nagyon várom, hogy megírjátok, hogy nektek mi a kedvenc kultikus könyvesboltotok Budapesten vagy az ország más területén. Köszönöm, hogy velem voltatok ma is, és megnéztetek ezt a videót, és találkozunk legközelebb egy következőben. Sziasztok!